16 éven aluliak számára nem ajánlott. Szevasztok barátaim, hello, hello, sziasztok, ismét itt vagyunk, ez a fenomenális sex streamer, ahol kibeszéljük mindenkit a háta mögött, baszd meg, plecskák és intrikák, meg minden. Ez van, Tonyásos, Sékszes Tonyási, hello, Tavesz Ventilátor, nagyon jó, nagyon jó. Na csá, mindenkinek szevasztok, hello, itt vagyunk, és meg se néztem, hogy működik-e a kamerácska, működik, bassz meg. Na, hello mindenkinek, szevasztok. Összepestik ezt a pulcsimat, bassz meg. Dumázgatunk itt nagyba, és akkor elmegyünk a büdös faszba. Na, de felkiáltó jel SF-et be tudjátok írni? Amúgy, csak mondom. Ha valakit érdekel, Oktoberfest van, csöcsök és seg. Több XP meg minden faszom. Na, ezek a streamek, Q&A streamek szoktak lenni, de olyan kurva kevesen vagyunk, hogy kb. Mindenki feltenne egy kérdést, az vége is lenne 15 perc alatt. Köszönöm szépen, úgyhogy nem is tudom mi legyen. Faszunkat összeérintsük, vagy ilyesmi? Mi a kedvenc filmed? Aletta Ocean összes balladája. Na, úgyhogy ha van kérdésedek, akkor nyugodtan lökjétek be a chatbe, válaszolok rá, lehet szex kérdés is. Oké? Okay? Mikor lesz mulató stream, Zsoltikám? Akkor, amikor lesz szubon. És egy 24 milliárd eurós donét a te számládról. Köszönöm szépen. Szóval nem tudom, mikor lesz mulató stream. Most változni fog a streaming, nagyon sok minden fog történni. Remélem, hogy sikeres lesz. Mindenben változik. Lesz egy podcastünk Jokerrel, amit már tervezünk, vagy 4 hónapja, meg ilyenek. Joker is ugye be fog segíteni nagyon sokat. Reméljük, hogy úgy alakulnak a dolgok, hogy szeretnénk. Akarunk GTRP sztorit rendszeresen, stb. Stb. Úgyhogy, ja, ez a változás az úton van 2 hónapja, elvileg. Teljesen megújul minden, a design, minden. Nem lesz, nem mondom, hogy nem lesznek ilyen streamek, de lesznek más típusúak is. Úgyhogy ez van. Megszoktad már a stúdiót, még mindig nincs kész, de majd lesz egy stúdió túr. Lehet, hogy meg tudom mutatni. Érdekel titeket? Megmutassam? Az a baj, bazd meg, hogy így nem, így csak futólag tudom megmutatni. De megmutatom. Na várjatok akkor egy kicsit, de nem tudok közben pofázni, nem fogtok hallani. Hogy csináljuk ezt? Várj egy picit? Ha ebbe beszélek, akkor halljátok, amit mondok. Hello! Látok engemet, bassz meg? Úristen! Azért az a kábelmenedzsment az oda bassz, nem? Tehát egy hello! Hello! Megmutatom nektek, hogy mi, nem tudom, menjünk körbe? Mi? De ne cinkeljetek! Nagyon fontos egyébként, hogy ez, amit itt látok, az ő... Tehát, hogy ezt a videóban is el akartam mondani, hogy látod a lábamat? Szia! Szóval itt egyáltalán semmilyen felvágás nincs, vagy ilyesmi. Ez nagyon sok évnek a munkája, és azért ez nektek köszönhető, mert ha nem néznétek, akkor nyilván nem tudna ez összejönni. Na, megpróbálom megmutatni, oké? Okay? Ami itt van középen egy nagy monitor, ezt teszteltem egy videóban, nem tudom, ki emlékszik rá. Körbenézek, hogy nincs-e fölragasztva a falra a műfasz, és akkor meg körbe megyünk. És akkor így fogtok hallani, hello? Szia, geci! Hello? Szóval ott van a stream űrgép. Ott meg a másik. Ott van egy ilyen polc, meg jelmezet, meg ilyesmi. Az a baj, hogy nem lehet valószínűleg jól megmutatni. Ott az ember energy drink és a hűtő. Na mindegy, megyünk erre, oké? Okay? Ott van a setup, faszom. Ott látjuk magunkat, mint van egy tévé. Ez azért van, mert itt van egy zöld háttér. És majd amikor ilyen szeletelő izé van, screen van, akkor ott kell nézni, hogy ti mit láttok-e testvérei. Van egy ilyen asztal, aminek nincs funkciója egyelőre, de majd később lesz, illetve ott van egy háttér. Az nagyon fontos, hogy nem azért van kiírva oda hashtaggel a nevemben, erre verem a faszomat minden nap, hanem az is egy kellék. Ott vannak ilyen dolgok, amit tőletek kaptam így nagyon sok mindenféle. Érted? És hát ennyi. Itt meg a zöld háttér, ott van egy szekrény, amiben kábelek voltak, és ott van a hangharmonikám. És ez pedig a zöld háttér, amit az előbb így elváltatom. Ugye? Ennyi, köszi szépen, szia, hello! Hello, hallottátok, amit mondtam, meg minden? Na, hát ez csak így nagyjából, de majd lesz egy normális videó, meg nincs kész, valami hiányzik. Úgyhogy ennyi. Sokan írjátok, hogy gratuláltok, meg ilyenek, nagyon aranyosak vagytok, srácok, de ez nektek köszönhető azért. Ennek nagy része. Jó, nekem is valamennyire. De nektek inkább azért. Úgyhogy ez van.
A lényeg az, hogy majd lesz egy normális videó, amikor elkészül minden, oké? Mondom, Joker jön haza pénteken, és szerintem egy másfél hét után már munkába is állunk itt együtt, szóval lett podcast minden héten egyszer, ami délelőtt magasságába fog megtörténni, és az YouTube-on és Facebookon is streamelve lesz egyszerre, meg akarunk csinálni Story RP-t, amit szintén ő fog majd csinálni. Jokert fogjuk látni is, igen, lesz egy olyan podcastben, ott fog ülni mellettem, és együtt fogunk beszélgetni. A podcast helyét még onnan meg kell építeni, ahol láttátok azt a sok polcot, ami a végén volt neki, azonnal kikerül, és valószínűleg ott lesz egy ilyen mi a faszom? Egy olyan helyszínt kialakítunk meg minden. Az nagyon fontos, srácok, hogy most aki elkezd írni, hogy jó megy, a jó világ van, meg ilyenek, ezt tudnatok kell, hogy ezt nem is tudom, hát nem is 10 év, de 8 év munkája van benne. Szóval nem így megy ez, hogy meg nagyon sok áldozat, meg minden. De hát ez mindennel így van, egy fékséget nyitsz akkor is. Csak azért mondom, hogy aki egy ilyen agyhalott geci, ezt akartam mondani. Az esetben viszont Oktoberfestes buzulás van, aki szereti, játszik vele, az tudja, hogy kaphat ilyenkor XP-t, meg minden okosságot nagyba. Köszi szépen. Várom a podcastot. Mert nagyon rég tervezzük, 3-4 hónapja fixen, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Nem gondolom, hogy a világot meg fogjuk váltani, mert nem azok a típusok vagyunk, inkább a bulvárral fogunk mulatozni, meg ilyenek. Melyik napokon lesz a podcast? Nem tudom még. Heti egyszer lesz. Aztán biztos lesz olyan, hogy elhívjuk Lalit is, meg mindenkit megpróbálunk elhívni, meg mit tudom, hogy témázgatunk. Téglát is lehet majd látni a podcastben esetlegesen. Szerintem simán. Hát az a téglának egyébként az van, hogy írjátok, hogy hol van tégla, meg ilyenek. Ők neki pont, baszik, péntek, szombaton nincs stream általában. Neki pont akkor vannak a szabad napjai, amúgy dolgozik. Végül. Hogy ezért nincs köztünk semmilyen konfliktus vagy ilyesmi, egyszerűen így adja ki neki az idő. Jokernek nem lesz nehéz először élőadásba felvállalni az arcát, dehogy nem. Biztos. De hát ilyen az élet. Nehéz. Hát most nem tudom, emlékeztek, téglával is volt ilyen stream. Hát ott zavarba volt egy kicsit, de hát ez egy ilyen dolog. Aztán megszokja, kész. Nem tudom, hogy Pudvenyon visszatér-e, srácok. Nem tudom. Azt tudom, hogy a GTA RP előtt ilyen nagyon veretős streamek voltak, viszont ez másfél éve volt, és így beleültünk ebbe a GTA RP-be azért, és itt ez lett a komfort. Tehát, hogy ez, nem tudom, fő kell venni újra a ritmust ezekkel a dolgokkal, nem tudom, hogy sikerül-e, meglátjuk. Vagy hogy nem is emlékszem, mi volt ezek a múlt héten. Nem egy másfél éve. Örülök, hogy jól érzed magad, Milán. Reméljük, hogy túl vagy már egy-két szaftos. Das ist művészet? Nagyon régóta tervezem, csak nem úgy akarom csinálni, hogy eddig. Ha lesz ilyen festős live, az kizárólag jótékonysági dologgal kapcsolatos lesz valószínűleg. Nagyon régóta van tervezve egy jótékonysági stream, ugye karácsony óta. Ezt azóta megint karácsonyban mindjárt, geci. Úgyhogy meglátjuk, nem tudom. Hogyha lesz ilyen, akkor az így fog megtörténni. Lesz valamikor horror game? Így van. Egy nagyon új horror gémet hoztam egyébként, az egyik este neki fogunk feszülni, és képzeljétek el, hogy olyan grafikája van, mint a valóságnak, ki fogjuk bontani együtt a villanyszámlát. Juliet is jó lett látni egyszer, nem akarnak fölvállaltan szerepelni. Se a Dzsunkovács, se Erzsébet utalvány, amit egyébként tökre megértek, szóval nincs velem baj. Így nézek ki, látod? Mikor fölmegy a nézőszám. Mikor le? Föl, le. Ez vagyok én. És az élet. Ez az élet. Ez én vagyok. Mikor mivel játszotok, honnét jön? Ezt 7:30-kor szoktam kitalálni. De nem tudom, hát alaposan át kell gondolni, mert gazdaságilag elég megterhelő. Vagy ha kijön egy triplás játék, azt elgifteni 5-6 embernek, azért ott azért gumibakra kerülök. Szóval a Szubtali egyébként jövő hét szombaton van. Remélem vesztek nekem valamit a szülinapomra, mert mindjárt itt van, hülyék. Szóval másodika, október 2. Erzsivel mi van? Hát képzeld el, hogy kiderült, hogy Erzsi egy pornószínész. Ami nagyon durva egyébként. Gondoltam, hogy most akkor prémiumot kell neki adni. Ne viccelek, amúgy nem az. De srácok, ez olyan unalmas téma, bazd meg. Egy éve ez megy. Nem kibaszott unalmas, de őszintén kérdezem, és nem rosszból. Kurva unalmas. Találkoztál Ezibel? Joker Lali tégla? Húzzál már el a faszomba. Mondhatnám ezt is, de nyilván élőben vagyunk, szóval azt mondom, hogy nagyon szépen köszönöm a kérdésed. Geci, mindig ugyanazt kérdezitek őszintén. Amivel nincs semmi baj. Tehát, hogy találkoztál már? Igen, geci! Igen!
találkoztam. Köszönöm. A másik nagyon jó kérdés Christophertől érkezett. Szeretlek, Christopher. Hogyan jött neked a streamelés? Borsodból jött busszal, bolárna a geci. Eljutott hozzád a TikTokos nő festmény, amit neked festett, kincsőnek hívják a TikTokos nőt. És nagyon szépen köszönöm, igen, megkaptam, megmutassam, hogy nem hazudok. Szóval nagyon szépen köszönöm neki a képet. Eljutott hozzám, igen. Rászt várható. Hát azok két hetet telibe rásztozunk. Szerintem lesz még rászt. Jaj. Na most viszont vége lesz a streamnek, srácok. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Úgyhogy ennyi volt. Kösz szépen, hogy itt voltatok. Csá mindenkinek. Szóval csoki ropi szotyi. Hello, hello. Márjál, már rossz helyen vagyunk. Hello.